megemelni. A gyermekétkeztetés tekintetében érvényben lévő norma 2022. szeptember 1-én lett meghatározva, melynek emelése az ellátás biztonsága érdekében szükségessé vált. Még 2022. szeptember 1-én került megállapításra az a norma, amely jelenleg is érvényben van. Azok a szolgáltatók, akik az ellátást biztosítják, hiszen a települési önkormányzat számára kötelező feladat az általa fenntartott bölcsödében, óvodában, továbbá a közigazgatási területén, a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési oktatási intézményekben a gyermekek ellátása. Ez átlagosan 729 főt jelent, és jelezték a szolgáltatók, hogy a normát, a nyersanyag normát mindenképpen szükséges módosítani ahhoz, hogy kigazdálkodható legyen a közétkeztetés előírásainak megfelelő ellátás. Emiatt szükséges a rendeletet módosítani, a normát pedig átlagosan 5,74%-kal megemelni, ahogy ezt a rendelet tervezet is természetesen lebontva tartalmazza. A karcagvárosi önkormányzat és a karcagvárosi cigány nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodás is módosításra került az utóbbi székhelyében bekövetkezett változása miatt. A karcagvárosi cigány nemzetiségi önkormányzat új székhelye Kossuth tér 1, a polgármesteri hivatal 41-es számú irodája. A korábbi székhely a Tiszta út 6 szám telephelyé vált. Az itt lévő ingatlan pályázati forrásból felújítás került, és új funkcióval üzemel tovább. Az önkormányzat tulajdonában lévő 2846/2-es helyrajzi számú ingatlanban működik a Gólyafészek otthon, Jászhegyszékhelyen Szolnok megyei fogyatékosok otthona. Az intézményt működtető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szeretné az épületet felújítani, amihez a tulajdonosi hozzájárulást a testület egyhangulag megadta. A karcag belterületi 4549/42 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére beérkezett, vételi ajánlat is elfogadásra került. A Szent István sugárúton történt út és szennyvíz vezeték beszakadásával összefüggésben az önkormányzat Viszmajor támogatási kérelmet nyújt be a helyreállítási munkálatok finanszírozása érdekében.